the fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. Halmen József évfolyamtársammal fogok beszélgetni a következőkben. Summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away. Neked melyik a legégőbb beceneved? Hát van több is, de szerintem a legégőbb az a legófejű unokatesó. Elkezdett szólítani Lego fémnek, mert olyan a haja, meg kicsit, hogy így, mintha le lehetne szedni. Meg a másik az ikrás, ez is. Mert hogy halmens, akkor hals, akkor ikrás, akkor ikrás. Ha egy énekesnőt kéne válasszál, akivel együtt lépnél fel, ki lenne az? Fú. Hát én nagyon szívesen énekelnék egy ilyen régi jazz énekesnővel, például Nina Simone-nal, vagy Ella Fitzgerald-dal. És akkor szerinted melyik a leghülyébb szám a világon, amit hallottál? Leghülyébb szám? Nagyon sok hülye szám van, az a durva, de élvezek hülye számokat hallgatni. Például van ez a Johnny Gold, meg van ez a Friday szám, ezek kemény dolgok, tehát ütősek. Hol van az a hely, ahol a legszívesebben élnéd le az életedet? Mindenképp Romániában. Nem tudom, én nagyon szerettem ezt a helyet, főleg Erdélyt. Hát, városhoz közel, nem épp városban, de egy város szélén lenne egy ilyen közepes házacskám, ott a családommal, és ott abban a házban minden, ami kell, megvan, nem túl sok, nem túl kevés, olyan. Lesz egy kicsi pincém, ahol az összes zenecuccom lent lesz, és fogunk zenélni minden nap, hát nem minden nap, de gyakran. És városba bejárogatok, koncertekre, rendezvényekre, a feleségemmel, meg a gyerekekkel. Elképzelem, hogy milyen vagány lenne, hogyha mindenkinek az életében a háttérben mindig menne valami zene. Például késik szalad a busz után, akkor valami gyorsabb zene megy, vagy hogyha szomorú, akkor megy a háttérbe valami ilyen depressziós, muzsikas. Tényleg szerintem nagyon érdekes lenne. És onnan tudnád, hogy találsz egy emberre, hogyha találkoztok, csak két zenétek jól hangzik együtt. Dúdold el most azt a dalt, ami igazából most a háttérbe megy. Igen. Hát... Csip-csip! Wa-wa-wa-wa! Cikacsi, cikacsi! Agresszív embernek tartod magad? Annyira nem, de gyakran... Gyakran tudok nagyon ideges lenni, és nagyon könnyen felhúznak emberek, és csúfút csinálok. És szoktak nálam lenni ilyen önvédelmi cuccok. Például szoktam ilyeneket magamnál hordani. De mégis mi ez? Hát ez egy ilyen afrikai macsété, ami az az érdekes, hogy azt írja, hogy British Steel és Made in China. Ez mindig magadnál tartod? Há, nem, de interjúkra el szoktam hozni. Drift by my window. The autumn leaves of red and gold.